A Trepcsabányaipari vállalat kiemelkedő jelentőségű, és Szerbia meg fogja őrizni, nyilatkozott Alekszandar Vučić a kormányülést követő sajtótájékoztatón. A Trepcsabánya több mint 23 ezer alkalmazottjával az egykori Jugoszlávia egyik legnagyobb iparvállalata volt. Fénykorában 40 bányából és gyárépületből állt, jelenleg 7 ólom- és cinkbányából, egy olvasztóüzemből és egy cinkgyárból áll. A 2000-es évek elején 9 millió tonna különféle ércet termeltek ki évente. A pristinai képviselőháza a napokban elfogadta a vállalatra szóló új törvényt. A helyi parlament úgy döntött, átszervezik a céget, a részvények 80%-a a koszovói kormányé, 20%-a pedig a munkásoké lesz. Danas je Vlada Republike Srbije prihvatila predlog kancelarije za Kosovo i Metohiju u njenom najvećem delu. I mi smo danas doneli odluku o poništavanju svih pravnih posljedica akata i radnji privremenih institucija samouprave u Prištini koji se odnose na pravni i faktički položaj Trepče AD. A miniszterelnök hangsúlyozta, a koszovói fél sosem akarta a két fél közötti tárgyalások napirendjére tűzni a vitatott tulajdonjogokat. Hasonlóan nyilatkozott a koszovói telekommunikációs rendszerről is. Zašto su ovo Albanci uradili? Uopšte to ne mogu da razumem. Če sve drugo bih mogao da shvatim, ne vidim šta su oni time dobili. Šta time žele da naprave? Šta time žele da dobiju? Ne misle valjda da će u metalurški kombinat na sever u flotaciju našu da ulaze silom, ne razumem. Šta je ideja? Da kažu da je sva imovina njihova, pa nije. Vučić azt is megemlítette, hogy a vállalatnak nagy számú hitelezője van. Csak Közép-Szerbiának mintegy 2 milliárd euróval tartozik Trepcsa. Hozzátette, nem lehet egy rendelettel megváltoztatni a tulajdonjogokat, mert ezeknek a jogoknak az egyoldalú megváltoztatásába Szerbia nem fog beleegyezni.